A mezőkövesdi több célú kistérségi társulás idősek klubjának korszerűsítése Mezőkövesden címmel nyújtott be pályázatot az idősek ellátását végző intézmény felújítására. A projekten mintegy 22 millió forint támogatást nyert el a társulás. Ezt az összeget 5 millió forint önerővel kiegészítve valósulhat meg az összesen 27 millió forintos beruházás. A munkát a Mezőkövesdi Szilvási Építő Kft. Végzi el. Gyakorlatilag ennek az épületnek azt gondolom teljes körű építészeti felújítását, tehát a tetőszerkezetnek a megújítása, a falazatnak a megújítása, új nyílászárókkal, hideg-meleg burkolásoknak a cseréjével, illetve egy belsőbb, életszerűbb átalakítási munkálatok, falazatoknak az áthelyezése, bontással együtt. Úgyhogy egy korszerűbb, szép létesítmény fog megépülni. A kivitelező cég mintegy egy hónappal ezelőtt vette át a munkaterületet, és nagy lendülettel láttak hozzá az épület teljes körű korszerűsítéséhez. Az eddig elzajlott munkákról a tetőszerkezetnek a felújítása az folyamatban van, tulajdonképpen a faszerkezeti munkálatokkal elkészültünk, a cserépfedés, illetve a bádogozási munkálatok zajlanak jelenleg. A nyílászáróknak a méretpontos felvétel megtörtént, tehát a nyílászárók gyártás alatt zajlanak, állnak a bontási munkálatok, azok teljes körülök elkészültek, illetve a belső építészeti falazási munkálatok is szint ugye elkészültek. Épületgépészet villamosság tekintetében a vezetékeknek a szerelési munkálatai zajlanak, falba vésései, illetőleg a kültéren a szomszédos épület határos kerítésnek a lábazati munkálatai zajlanak jelen pillanatban. A szerződésben foglaltak szerint augusztus végéig kell elkészülni a felújított épületnek. Előreláthatólag a kivitelező tartani tudja ezt a határidőt, így szeptembertől egy modern, megújult, komfortos épületben tölthetik majd mindennapjaikat az idős emberek.